első két pálya tetszett, itt a nagyvelegi pályának az utolsó részén azért elkezdett szemerkélni az eső. Az utolsó féktávot pedig megtisztelősre vettük, de hozzáértünk a gumiknak, úgyhogy biztos, hogy kaptunk egy 10 másodperc büntetést. Hát most következik a második kör, reméljük, hogy nem fog esni, mert akkor az úgy tetszene nekünk, mert nem kedvez ez az eső sajnos. Van két puha gumink, ami meg van vágva esőre, még azt lehet, hogy feltesszük, vagy attól függ, hogy mennyire fog esni, vagy ezen ami most fenn van, ezen nyitunk még egy picit. Két VD kupában sikerült az elsőjét megszereznünk. A harmadik gyorson egy lassítót elértünk, ott kaptunk egy 10 másodperc büntetést, de így is több mint 15 másodpercen nyertünk a kategóriába. Sok technikai probléma, ami eddig végigkísért, az most hál' Isten el tudom mondani, hogy ezen a versenyen semmilyen technikai problémánk nem volt, ami nagyon ritka nem volt, vagy 3 éve már. Ennek nagyon örülünk most, hogy sikerült megnyernünk a két VD kupát. Szeretnénk még idén menni, lehet Nyíregyháza vagy Mikulás Rally, lehet mindkettő, nem tudom még megmondani. A verseny után majd már többet tudunk.